szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. György Ildikó vagyok. Mai első vendégem Hakő Mónika. Mónika, üdvözöllek. Szia, Ildikó. Hatalmas utat jártál be az életedben. Úgy tudom, hogy az üzleti világból indultál, nagy cégek kommunikációs szóvivője voltál. Picit mesélj magadról, honnan indultál, és hogy jutottál el ehhez a spirituális úthoz? Vagy hogy? Amit említett, hogy hatalmas, arra inkább azt mondanám, hogy változatos, és a mai szemléletmód szerint a működésem az az egyik oldal és a másik oldal. Valóban Magyarország legnagyobb vállalatainak voltam kommunikációs vezetője, marketing vezetője, szóvivője. Ez alapvetően az üzleti világ, nagyvállalati közeg, multinacionális vállalat, állami vállalat is volt a palettán. És két évvel ezelőtt egy váltás következett be. Mi okozta ezt a váltást? Tehát valami ott történt benned, vagy az életedben, ami miatt váltani szerettél volna? Az, ami alapvetően indokolta a váltást, az kétfajta működés. Egy húzás és egy tolás, tehát hogy már egy picit kifele igyekeztem ebből a világból, azt hiszem, hogy nagyon sokan érzik. Sőt, nem azt hiszem, hanem tapasztalom is, hiszen nagyon sok kliensem van, nagyon sok üzleti partnerem van jelenleg is ebből a világból, amely együtt jár a stresszel, együtt jár a kiégéssel, egyfajta egy olyan életérzéssel, amikor tulajdonképpen értelmét veszti az, amit csinálunk, és keressük azt, hogy milyen értelme van a működésemnek, milyen értelme van a munkámnak. És ez az értelem, ez megvolt tulajdonképpen abban az időszakban, hiszen nagyon nagy projekteket vittem, nagyon sok sikerem volt. De hogy mi az az igazi segítség, mi az, amikor igazán tudunk adni valaki másnak, és hogy mit adunk, akár egy jó szót, akár megoldást a problémákra, én most már határozottan érzem, hogy ez az igazi siker. Abba is biztos vagyok, hogy amikor valamit szeretne az ember változtatni, akkor összeáll a kép. Nagyon sok olyan tényező játszott közben, ami indokolta is, szükségessé is tette ezt a váltást. Úgyhogy itt vagyok ezen a terepen, és rendkívül jól érzem magam. Mi volt az első lépés? Mert ugye te Theta Healing tanár is vagy, coach is vagy, nagyon sok mindennel foglalkozol. Tehát mi volt ennek az új útnak az első állomása? Az első állomás tulajdonképpen már abban az időszakban megkövetkezett, amikor még aktív van a nagyvállalati közegben. Ugye ez párhuzamosan zajlott. Igen, akkor tulajdonképpen, és nagyon sok mindenkinél tapasztalom, hogy van egy B-terve, és az a B-terv az, hogy a saját lábára áll, és elkezd azzal foglalkozni, amit szeretne. Hú, de nagy dolog én ez. Én abszolút ezt csinálom, és biztos ismered azt a mondást, hogy ha megtaláljuk azt, amit szeretünk csinálni, onnantól kezdve nem kell dolgozni. És az nem munka. Az így nem van. Munka. Így az van. Élvezet is, és egy nagyszerű érzés. Valóban még amikor a nagyvállalati közegben voltam, már elvégeztem a coachképzést, mediátorképzést, azóta tréner is lettem, és a másik oldal, és majd erről szeretnék néhány szót szólni, hogy milyen is ez az egyik oldal, másik oldal. Igen, erre én is kíváncsi vagyok, hogy tudod ezt összekapcsolni? Abszolút összekapcsolódik. Abszolút. Van egyfajta nézőpont, ami szerint az üzleti világ, azok a tudományterületek, azok a tudások, amik ide kapcsolódnak, és a spiritualitás az két külön világ, és hogy a kettő között van egy nagy szakadék, és azon nincs átjáró. Igen. Én ezt a hidat verem. Jaj, de jó. És azt gondolom, hogy nem csak én. Hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy a legnagyobb tudósok, sorolhatnám a neveket, Einstein, Tesla, és így tovább, egyúttal spirituális gondolkodók is voltak. Igen. Tehát amikor egy picit az ember ráérez, hiszen átlátni mindazt a tudást, ami ma a Földön elérhető, képtelenség. Tehát, ha egy picit beleérzünk ebbe, akkor összeáll a kép. És minden, amit én eddig tanultam, és amit alkalmazom, az mint egy nagy puzzle, még nem teljes a kép, de úgy kezd összeállni. Valóban, amit említettél, a Theta Healing tanárság, és a konzulensi működés is hozzájött ez, de ezeket nem sorolnám egy-egy dobozba, ahogy én most éppen Theta Healing konzulánsként működöm. De komplexen használod így akkor van, a módszereket. Így van, így van. Tehát coachinggal ötvözöm azokat a módszereket, amiket ismerek, még átadom a klienseimnek. Nagyon sokan keresnek meg
akár a korábbi működési területemről, hiszen... Tehát nyitottak az emberek abszolút, magyarán, az üzletemberek is? Változó, változó, egyre többen. Azok, akik a haladó, akár nyugat-európai, akár az Egyesült Államokban elérhető, és az üzleti világhoz kapcsolódó tudással találkoznak, azok látják, hogy van egyfajta nyitás. Nevezhetjük ezt mindfulnessnek, sok minden jelzőt rakhatunk rá, de lényeg az, hogy amikor azt megérezzük, hogy nem csak az van, amit a szememmel látok, a kezemmel megfogok, hanem hogy abszolút ebből ki tudunk lépni, és mindazt az energiát, mindazt az információt hozzá tudjuk tenni a jelenlegi helyzetünkhöz, és annak a megoldásához, akkor egyszeribe, most mondhatom azt, hogy néha ilyen varázsütésszerűen, tehát hogy egy pillanat hoz olyan felismerést egy-egy ember számára, ami akár az egész életét meg tudja változtatni. Moni, és ez hogy néz ki nálad? Tehát, hogyha én most szeretnék változtatni az életemen, mondjuk van egy kis egészségügyi problémám, elmegyek hozzád, akkor hogy néz ki egy konzultáció vagy coachingülés? Tehát egy picit mesélj erről. Nagyon jó szavakat használtál, mert hogy én a betegség szót nem szeretem. Jó, ezt nem. Mert tulajdonképpen akár valamilyen tünetet, valamilyen egészségügyi problémát tapasztalunk, akár az életünkben van egy elakadás, párkapcsolatban, gyerekvállalásban, munkában, mindegyiknek valahol ugyanaz a gyökere, valamilyen elakadás. És alapvetően ezt keressük. Keressük az érzést, ami ehhez kapcsolódik, és keressük a gyökerét. Tehát te beszélgetsz ilyenkor, vagy technikát is? Így van, így van, valóban beszélgetek. És van egy meghatározott a technikája ennek a módszernek, de fontos az, én ezt a legutóbbi képzésem során tanultam meg a szupervíziót, most végeztem el a Károli Egyetem. Pár szót mesélj a szupervízióról. Igen. A szupervízió alapvetően a szakmai személyiség fejlesztés eszköze, de tulajdonképpen én határozott meggyőződésem, hogy személyes elakadásokban is nagyon sokat segít. Abban segít, hogy saját magunkra rálássunk. A saját egy önismeret, egy ilyen mély önismeret. Önismeret is, de nagyon sok minden kapcsolódik hozzá, számos pszichológiai módszer, eszköz. Tehát megint a tudomány ott van mögötte, amit te nagyon szeretsz. Csoportba is, egyénileg is lehet végezni. Én ezt egyébként a Károli Egyetem pszichológia tanszéke által indított képzésen végeztem el, és csodálatosan tudom használni akár az egyéni, akár a csoportos ülések során, és fordítva is. Tehát, hogy azért mondom, hogy nem is tudom, nincsenek ilyen kalapjaim, hogy most szupervizor vagyok, most coach vagyok, most Theta Healing konzulens vagyok, vagy akár tanár vagyok, hiszen amikor tanítom a módszert, akkor is mindazt a tudást átadom a tanítványaimnak. Nem tudod kiszedni egyiket, a másikat, te komplexen látod az embert. Így van. Visszatérve, amit kérdezted, hogy mi van akkor, ha mondjuk eljössz hozzám. Maga a módszer abban segít, és ez nagyon nagy érdeme, hogy egy kinyissuk a teret és az időt, és megtaláljuk azokat az akár tudat alatt rejtőző elakadásokat, hitrendszereket, meggyőződéseket, amelyek úgy akadályoznak és blokkolnak bennünket, hogy nem tudunk róla. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye, tehát, hogy halad az emberek élete, de fogalma sincs, hogy miért topog egy helyben. Így van, és ebbe segítesz akkor, ugye? Igen, igen. És ez az, ami egy nagyon nagy áttörést tud hozni. Tehát ez nem arról szól, hogy mint egy terápiában, akkor most egyeztessük a következő 10 hétre, évre az időpontokat, mert lehet, hogy egyetlen egy találkozás elég ahhoz. Ennyire gyors. Így van, nagyon gyors, és nagyon hatékony. És azért az üzleti világból jössz, ugye ott az emberek amúgy is, de ott meg különösen szeretik a gyorsan működő, hatékony dolgokat. Így van, és nagyon-nagyon sokat segít az, hogyha egy üzletember, akár egy vezető, hiszen több vezetővel is dolgozom, fel tudja adni azt az énjét, amelyiktől távol állnak ezek a módszerek, és nyitottá válik, hiszen itt a nyitottság a lényeg. Nem kell semmit sem elhinni. Én azzal kezdem minden előadásomat és minden tanfolyamomat, hogy egyetlen egy dolog van, amit érdemes elfogadni, befogadni, és az az, hogy létezik egy olyan energiamező, egy olyan információs tér, amelyhez kapcsolódva nagyon-nagyon sok mindenhez hozzájutunk, nagyon nagy fejlődést érhetünk el, de én minden egyes tényhez, amit említek, oda teszem a 21. század tudományának a felfedezését. Hiszen itt elég Peter Higgs-re, Higgs bozonra utalni, ahol valahogy ugyanezt
mondja el. De minden, ami elhangzik, az nem dogma, tehát nem azt mondom, hogy ez van, hidd el. Hát alátámasztod, ugye? Akkor pontosan. Ez nyilvánvalóan abból jön, hogy az alapvégzettségem matematikus. És én szeretem megérteni a dolgokat, szeretek utána járni, és körbebástyázni olyan ismeretanyaggal, olyan tudással, és beleadni a szívemet, hiszen persze. Úgy működik hát ez a módszer. Neked is ez volt a fontos, gondolom, ez hozott közel ehhez a világhoz. Így van, így van. Így tudod. És alapvetően ez a módszer szinte, hogy mondjam neked, ilyen, mintha egy mantra lenne, de itt nem a mantra, hanem a megélés a lényeg, hogy a feltétel nélküli szeretet teréből működik. De jó, ez és lenne a lényeg. Gondolsz, a pszichológiai módszerek nagy része is ebből működ, hogy elfogadni egymást, elfogadni a másikat, és a szeretet teréből nézni mindazt, ami akár magammal, akár a másikkal történik. Így van. És ez akkora energia, az akkora biztos. Erő, és olyan változásokat képes hozni, sorolhatnám, hogy milyen, milyen nagy megélések, milyen nagy elindulások. Igen, bocsáss meg, hogy a szavadba vágok. Egy pár szót arról szeretnék tőled hallani, hogy adjunk egy-két ötletet a nézőknek. Tehát, hogyha most valaki hallgatott téged, ugye természetesen fel lehet majd téged keresni, de hogy mik lennének esetleg azok a lépések, amiket már most itt meg lehetne tenni otthon a következő napokban, hogy változzon az ember élete? Talán az egyik legfontosabb, ami akár párkapcsolatban, akár egy munkahelyi közegben nagyon jól működik, ez a pozitív vénüzenetekbe való fogalmazás. Tehát nem azt mondom, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, nem ítélkezem, hanem elmondom, hogy én mit érzek. Én mit érzek azzal kapcsolatban, mondjuk egy párkapcsolatban, hogy szanaszét hagytad az oknélat. Azt mondom, hogy lehetsz ilyen. Tehát magamról beszélek, a saját érzéseimről. Mert azzal ki tud vitatkozni, hogy én mit érzek. És ez nyitja a kommunikációt, és nem lezárja. Ugye a szavak hiszen vagy amikor mutogatunk másra, ugye? Van, tehát akkor nagyon rémesen érzi magát a másik fél. A másik, amit nagyon sokszor említek, hogy milyen én állapotban vagyunk, hogy szülőből beszélünk a gyerekhez, ez a tranzakcionalízisnek az alapja, vagy megpróbálok felnőttként, partnerként beszélni a másikkal. Így van. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Azt is fontosnak tartom, hogy akár Byron Katie, a csodálatos, nem rég járt Bécsben, és tartott előadást. Igen. Ő azt tanítja, hogy nézd meg, hogy ki lennél te enélkül, az érzés nélkül, amikor neheztelsz valakire, hogy lépj ki, állj egy picit hátra, és nézd rá. És ez a módszer, és mindaz, amivel én foglalkozom, annak ez tulajdonképpen az eszenciája. Hát nézzünk rá. Köszönöm szépen, nagyon sok értékes gondolatot hallottunk itt tőled, úgyhogy én további sok sikert kívánok. Köszönöm akkor szépen. A munkádhoz, úgyhogy a legjobbakat. Köszönöm szépen. És már meg is érkezett következő vendégem, Baranyai János lélekemelő. Szervusz, Jani! Szervusz, köszöntöm a nézőket is! A segítő területen dolgozó emberekről az a hír járja, hogy hatalmas utat és izgalmas utat jártatok be addig, amíg erre a területre érkeztetek. Így volt ez a te életedben is? Természetesen igen. A lényeg az volt, hogy legszkeptikusabb voltam az egész témával kapcsolatban. Konkrétan nem normálisnak néztem, aki ezekkel foglalkozott. És sokszor van így. Igen, és az életem olyan mederbe került, ahol kénytelen voltam segítséget kérni. Ennek az első legnagyobb nehézsége volt, hogy önmagamat kellett legyőzni, és az egész útban ez a legnagyobb csoda. És aztán így a saját problémáim helyrerakásával tanultam meg különböző módszereket, folyamatokat, és az út egyenesen ide vezetett. Tehát az anyagi világból érkeztél meg te is a spirituális világba, mondhatjuk ki. Mit jelent az, hogy lélekemelő? Ezzel így nem nagyon találkozunk a köztudatban. Lélekemelő szót azért használom, mert rájöttem arra, hogy bármit, amit teszünk az életünkben, az mindegy felsőbb vezérlésből történik. Itt a fizikai világban mindegy csak levetülés. Tehát magyarul, hogyha a lelkünk felszabadul, tehát lelkünket fel tudjuk emelni egy magasabb rezgés szintre, akkor automatikusan, mint az egész világ csak egy tükörkép tükröződés, így automatikusan ebben a fizikai síkon is, és életünk minden területén, ha a lélek szinten rendben van, tehát a lélekemelés megtörténik, akkor minden helyére kerül, és minden gördülékenyen, olajzottan történik. Tehát akkor te mindent a lélek felől közelítesz magyarán, vagy elsősorban? És mondjuk úgy, hogy mindig onnan közelítem meg, onnan figyelem, mindig egy felső nézőpontból figyelem, egy teljes jelenlét állapotában, hogyha kliensekkel, vagy éppen tréninget, tanfolyamat tartok, de mindig azok nyelvén, aki
akivel foglalkozom. Tehát ha valakinek a materiális világból kell, például volt egy burkoló emberrel kellett, ő neki a burkoláson keresztül magyaráztam el a lélek dolgait és az analógiás hasonlóságokat. Tehát mindig a lélek van mögötte, de hogy milyen módon közelítem meg, azt mindig az szerint, ahogy a kliensem vagy a résztvevők kívánják. Úgyhogy ezt pontosan megérzem és pontosan tudom, hogy működik. Mi általában milyen problémákkal keresnek fel téged az emberek? Hát van-e, ami úgy általános? A párkapcsolati az nagyon jellemző. Általában az emberek három területen, a pár, munkahely, pénz, nagyjából ez a terület, amivel megkeresnek, ami kapcsán kijön a probléma. De valójában nem ez a probléma. Tehát ez egy indok, hogy azzal keresünk meg, és mindig amögött itt találjuk meg, és vezetem rá. Nagyon fontos, hogy mindig oda vezetem, nem megmondom. Tehát addig igyesgetem, terelgetem, amíg rájön. Tehát ez azt jelenti, hogy neki kell ez az aha élmény akkor, hogy meglegyen benne? Nem feltétlenül kell, de akkor hatékony igazán, amikor egyszer rá döbben erre az egészre. És én abba tudom segíteni a legjobban, hogy rájöjjön, és akkor következik az aha élmény az ő nyelvezetében, az ő világában, amikor azt mondja, hogy azt a mindenit, ez ezért van. És ez különböző módszerekkel ilyen. Most egy említetted, hogy sokan keresnek fel párkapcsolati problémával. Te ezt miben látod ennek az okát, hogy nagyon sokan élnek vagy egyedül, vagy boldogtalan párkapcsolatban? A párkapcsolatok a legtöbb problémája, ugye a párkapcsolat benne van, ugye két emberből áll, jó csak esetben. Csak az a baj, hogy pár. Igen, pár. És ugye két félből akarunk egy egészet. De az azt jelenti, hogy a kettő egyik esetelyes, meg esetelyes. És egymásnak támaszkodnak. Az azt jelenti, hogy egymással szemben csak elvárásokat támasztanak, és az egész semmi másról nem szól, mint egymás igényeinek kielégítése. És amíg ez történik, addig bármelyik kihullik, egymásra támaszkodnak, össze fog dőlni. Tehát én a párkapcsolati problémákat mindig megmutatom, hogy mi vezetett ehhez a problémához egyén szinten a konfliktus kialakulásához, és nagyon sokan jönnek, többnyire hölgyek, egyedül jönnek, a párjuk nem is tudja, hogy létezem. És akkor mi történik? Tehát te foglalkozol a pár egyik tagjával, és hat majd ez a párjára is? Minden esetben. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Az egyik, egy 63 éves hölgy jött párkapcsolati konfliktussal, nála oldottunk dolgokat, és főleg megértés tudatosság útján, és nekik volt egy szokásuk, 15 éve vannak együtt, és az volt, hogyha fel akar mosni a fürdőszoba, vagy a hölgy nem emelhet, akkor mondta, hogy Józsi, hozzá vizet. Ekkora Józsi hozta a vödör vizet, 15 éve így megy, és akkor ő kiment, és felmosott. Elment tőlem a nénike, és hazamegy, és Józsi, hozzá vizet. Kimegy a néni, és a bácsikom mos föl. De rendszeresen ilyenek vannak, tehát ugyanígy mi rendrakásra vonatkozóan a férjekhez virágot hozni. Tehát ugye mi vagy belőlünk indul a mi világunk kifelé, ezért ha bennem megtörténik a változás, ugye ha én vagyok az egyik, bárki más, ha bennem elmozdulás történik, a kettőnk viszonya megváltozik, automatikusan lereagálja. Így a párkapcsolati konfliktusok megoldásában nagyon-nagyon sokszor már egy féllel, ez egyik emberrel már gyökeres változásokat lejárni, de nyilván sokkal hatékonyabb, hogyha mindkettőnél helyére tevődnek ezek a dolgok. Ez amikor ugye egy pár, akik együtt vannak, és valami kis diszharmónia van a kapcsolatukban. És mi van, akik vágynak arra, hogy legyen nekik párjuk? Velük ezt hogy tudod elérni a konzultációkban? Tehát, hogy legyen neki. Oké. Mindig az a megközelítés, amilyen ő. Ezt bejön, és én pár perc alatt ezt leveszem. Ha valakinek nyilván az önbizalom hiány, és nagy rész ezt szokott a probléma lenni, akkor az önmaga kiteljesedése. Aztán nagyon sokan a külvilágnak, külvilág által diktált párkapcsolati férfi és női minták alapján akarnak, ami nem az övéki. Tehát először rájött... Megfelelésből? Vagy nem is tud róla? Megfelelésből is, de valójában fogalma nincs. Tehát arra jövetem rá először, az vezetem rá, hogy van-e fogalmad egyáltalán, hogy milyen legyen a párod. És hát elég nagy százalékban kérdezik, nem tudja, sőt, önmagát se ismeri. Tessék mondani, hogy tudok én egy vágyat kielégíteni, amíg azt sem tudom, hogy én milyen vagyok és mit akarok. Tehát megtanítod őket önmagukat megismerni, a hozzád fordulókat? Mondhatjuk így? Igen, önmagukon keresztül mutatom meg, hogy miért van egyedül. Önmagukon keresztül most foglalkozom egy sráccal, nála állandóan szeretői státuszba kerül a srác. És megmutattam neki, rávezettem, hogy az életem miért ismétlődik állandóan szeretői státuszokba, rávezettem, tehát rájött. Bocsáss meg, milyen státuszokban? Szeretői státusz. Szeretői. Tehát, hogy szeretném egy őszinte tartós párkapcsolatot, de állandóan ilyen harmadik félnek húszik be valahova, és hát elege lett ebből, és állandó kudarc élmény, főleg az utolsó nagyon nagy pofont adott.
és így rávezetve, ezen keresztül rakom őt vissza a saját helyére és útjára, igazából ez csak egy lehetőség a párkapcsolat, de valójában azért, hogy helyére kerül az élete. És azonnali gyökeres változások történnek, azonnali. Tehát akkor, hogy néz ki nálad egy konzultáció? Tehát én most elmegyek hozzád, beszélgetünk, gondolom felmérsz engem, és technikákat használt, milyen módszereid vannak még, tehát a beszélgetés mellett? Módszereket nagyon nehéz meghatározni. 24 évvel ezelőtt kezdtem ezt az egész játékot. Az asztrológiától kezdve a kinezológia, nagyon-nagyon sok ágat elvégeztem. Nem tudok módszert mondani, ez összeállt bennem valamivé, aminek nem tudom szeletekre szedni, én az egészet látom egybe. És mindig azon szeletét használom, van, hogy az asztrológiának csak egy analógiás rendszerén keresztül mutatom meg az életének. Van egy coach képzésen keresztül, egy másik aspektusból. Tehát mind egy tortából kiveszed neked. Mindig azt, amelyik jó. Tehát nem tudom beszűkíteni ezt egy módszerre, hanem ami bennem összeállt 24 év alatt, meg a saját tapasztalásaim, saját pofonaimból való, és tapasztalások, megértések útján, így segítem leghatékonyabban, azt figyeltem meg, ez a leghatékonyabb. És ha jól tudom, ugye te nem csak egyénileg foglalkozol a hozzáfordulókkal, hanem tanfolyamokat és képzéseket is tartasz. Pár szót szeretnék erről is hallani. Igen. A gyógyításnak különböző szintjei vannak, ugye valamikor vágunk késsel, valamikor ugye masszírozunk, most nyilván nem én, ez nem az én területem, valamikor gyógyszerrel, valamikor ugye energetikával. Itt megjegyezem, ugye reiki tanfolyamokat is szoktam tartani, energetikai kezelés. Aztán ezen kívül ugye a célkitűző tréning és cél meghatározó tréning, és ennek megvalósítását is szoktam tartani. Tudják, merre tartanak de az emberek. De azt hiszi, hogy tudja, hogy mit akar. Általában másfél percen belül meg tudom dönteni ezt, hogy fogalma nincs arról, hogy mit akar valójában. Ezen keresztül tudom. És különböző személyiségfejlesztő tréningeket, illetve női-férfi párkapcsolati tréningeket, ahol van, hogy közösen, de van, hogy csak hölgyeknek, van, csak férfiaknak. Mindig attól függően, hogy mi az, ami legaktuálisabb, legjobb, leghatékonyabban tudnak, legnagyobbat lépni. Ez izgalmasan hangzik. Tehát akkor az egyéni konzultáció meg a csoportos is, így akkor van, mind a kettő. És tűzőjárást is, jól tudom? Jaj, nagyon ravasz volt, igen. Tűzőjárásokat is szoktam tartani. Mire jó ez? A tűzőjárás egyrésztől lehet egy fantasztikus spirituális élmény, másrésztől pedig önmagunkhoz teszünk egy lépést, nem egyet, nagyon sokat közelebb, és igazából az a pillanat, amikor az ember a tűz előtt áll, az a teljes jelenlét állapota. Zapszemet sebe sekít, tehát és igazából önmagukhoz való visszavezetésre használom a tűzőjárást, nagyon sokat tűzőjárást tartanak, én tartok valamit, amin belül tűzőjárás van. Tehát ez csak egy szelete. Ez csak egy szelete, mert nem ez a lényeg. Nem a tűzőjárás a lényeg, hanem az a lényege, hogy mindenkit önmagához, hiszen önmagához vezessem, hiszen mindannyian önmagunkat keressük. Én ezt ezen keresztül teszem, és nagyon sok egyéb módszert is, és gyakorlatot rakok bele a tűzőjárásra rávezető gyakorlata, sőt, utána való másnap még ennek megvan a felépített rendszere. Tehát megint önmagához kerül közelebb, a saját kis belső dolgait tudja hamarabb felfedezni, igaz? Így és van. Akkor egy ez új irányba menni. Uh-huh. Jó, én nagyon szeretek sportolni, és most szeretnélek megkérni, hogyha most te leszel az én trénerem, az edzőm, milyen edzéstervet adnál nekem? Tehát, hogy én szeretnék elindulni az önismeret útján, rendbe rakni a saját életemet. Lenne egy-két olyan ötleted, most nem feltétlen személy szerint nekem, de mint egy jó edző, hogy mik lennének azok az első lépések, amiket mi meg tudunk tenni? Tehát kicsit így összefoglalásként itt a végén az nézőknek. Először arra kéne rájönnünk, hogy kik vagyunk. Ez egy hosszabb út, mire tehát eljöttünk ide. Ez egy hosszabb út. A legegyszerűbb, amit szoktam mondani az embereknek, hogy gondolj csak bele, az, aki te vagy a világegyetemben, te vagy az az egy ember, aki ezt a legjobban el tudja játszani. És mi azt hiszük, hogy mindig meg kell felelni egy ideának, egy női vagy férfi ideának, ha valójában csak ezt az egyet megértenénk, hogy a mi szerepünket az életükben csak mi tudjuk a legjobban eljátszani. Ezért arra biztatom, és mindenkit afelé vezetek, hogy önmagát megtalálni és felismerni. Önmaga működését, előnyeit és hátrányait, értékeit és javítandó részeit. Ezt tudom én most egyedül is, tehát ha én innen hazamegyek, akkor az egyedülétet mit tudok tenni magamért? A legelső tükörben nézel. Egyedül. És meglátom magam. És meglátod magad, és megnézed, hogy amikor az ember reggel fel kell
két nagy csipás macskákkal, de csipás macska, úgy néz ki az ember, és belenéz a tükörbe, akkor mit mondasz magadnak? Ezt, vagy pedig azt mondod, hogy jó reggelt. Így van, tehát az önmagamhoz való viszony, azt javasolnám, hogy azt kezdjük figyelni az életünkben, mert ez az első lépcső ahhoz, amíg nem tudjuk azt, hogy van probléma, addig nem tudunk vele foglalkozni. Ha viszont rájövünk arra, hogy önmagunkkal való kapcsolatban van fejlesztendő dolog, akkor van tovább. De ennélkül kár elindulni. Ennélkül egy botorkálás lesz az egész. Hát akkor ezt javasolhatjuk a nézőknek is, igaz, hogy kezdjék el az első lépések, akkor nézzünk a tükörbe, ismerjük meg magunkat, és természetes, hogyha segítségre van szükség, akkor felkereshetnek téged is. Kedves nézőink, Baranyai János lélekemelővel beszélgettem, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben találkozunk, újabb érdekes vendégek érkeznek majd a műsorba. Minden jót kívánok!